hivatalosan is Elon Musk lett a Twitter új vezérigazgatója. Hétfő este óta az amerikai üzletember egyedül látja el a mikroblogot működtető vállalat teljes igazgatását. Többen már is aggódnak Musk radikális átalakítási tervei miatt. Az új tulajdonos ugyanis visszaengedi a közösségi platformra az onnan korábban örökre kitiltott politikusokat, és a moderálási elveken is változtatna. A témát Bódi Zsárkata folytatja. Köszönöm szépen, jó estét kívánok a nézőknek, és jó estét kívánok a vendégem Erdély Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó estét kívánok! Na hát akkor majdnem ugyanebben a sorban kezdjük el feldolgozni ezt a témát, ahogy itt Gyuri felkonferálta. A madár kiszabadult, ezt mi is indíthatnánk ki, a ezzel a tweet adta hírül, tulajdonképpen a Twitteren írom ezt, hogy csak nem fél évnyi tárgyalások után megszerezte ezt a média platformot korszakváltás jön a kék madárnál? Valóban kiszabadult a kék madár? Abból a szempontból mindenképp jöhet egy korszakváltás, hogy ugye Elon Musk szokta magát szólásszabadság abszolútistának is nevezni, és hogyha visszaemlékezünk a Twitternek az eddigi korszakaira, akkor azt láttuk, hogy valóban volt egy szólásszabadság a Twitteren, de ez az egyik oldalt inkább megillette, a másik oldalt kevésbé. Azért emlékezzünk arra, hogy a Jack Dorsey vezetése alatt 2020-ban, azért a, a Twitter, meg egyébként egyéb közösségi platformok is nagyon erősen belenyúltak a 2020-as kongresszusi meg elnök választásokba. A, ugye a nézőket talán emlékeztessük arra a bizonyos New York Post ügyre, amikor Joe Biden fiának a korrupciós ügyeit bonyolította vagy göngyölítette fel a New York Post és ennek a, a témának a, a megosztását vagy újratvítelését azt nem is egyszerűséggel letiltotta a Jack Dorsey és a Twitter akkori vezetése, majd később a szenátusi meghallgatáson ezt lerendezte annyival, hogy hát igen, lehet, hogy hiba volt, de hát így döntöttünk, és, és ezzel el volt rendezve a történet, és ugye azért ez nagyon erős befolyással bírt a demokratapárt javára és a republikánus párt, illetve Donald Trumpnak a, az ellenére akkori választásokra, és ez a fajta szólásszabadság állhat helyre, vagy kerülhet balanszba inkább így mondanám, hogy mind a két oldalt megillesse az a bizonyos szólásszabadság, aminek elvileg a, ezek a közösségi platformok, ezek az otthonai lennének, vagy kellene, hogy legyenek. Azért ne felejtsük el, és talán a legfontosabb azt mondani, hogy ugye most amerikai félidős választások előtt állunk, tehát nem véletlen akár az aggodalom is, mert hogy az első intézkedések, azok már lehet azt mondani, hogy óriási vihart kavartak a bal liberálisok körében, mint ahogy az a bejelentés is, hogy bizony bizony vissza fog engedni a Twitterre olyan twitterőket, akiket tulajdonképpen eddig örökre letiltott. A köztük ugye Donald Trumpot is. Valóban, ugye lehet egy felhajtó ereje a félidős választásokra nézve, ennek a bejelentésnek maga a visszaengedés, ez nem fog nyilván megtörténni a félidős választásokig, mert Elon Musk is bejelentette, hogy néhány hét, amíg ők ezt kivizsgálják, de óriási jelentősége nem is a félidős választásokon lesz, még egyszer mondom, ennek egy erkölcsi felhajtó ereje lehet, de alapvetően az, hogy Donald Trumpnak van egy Twitter fiókja, és tűzelheti -e az üzeneteit, annak alapvetően, ha és amennyiben elindul az elnökválasztáson, akkor a 2024-es elnökválasztás idején lesz, mert hogy azért ez egy óriási előny, hogyha tudja használni a Twittert, még egy óriási hátrány, hogyha nem tudja használni a Twittert, szemben mondjuk Joe biden vagy bárki legyen a demokrata párti kihívója, bár jó esélye nyilván ő lesz, hiszen azért ez egy versenyelőnyt, vagy versenyhátrányt hátrány, verseny jelent, hogyha ezen a média platformon, ami Európában is, ezen belül Magyarországon annyira talán nem jelentős, mint mondjuk a Facebook, de az Egyesült Államokban azért ennek óriási felhasználó tábora van, tehát hogy ez azért komoly a versenyelőnyt vagy versenyhátrányt jelent az adott felhasználónak. Az egy másik kérdés, hogy valóban itt azért azt érdemes látni, hogy egy másfajta hozzáállás érkezik, és azért nem, nem azt jelenti a bizonyos letiltott felhasználóknak a visszaengedése, amitől itt többen is már-már a, a rettegnek, hogy itt mindenféle összeesküvés elméletek fognak terj terjedni a Twitteren, azért ezt lássuk tisztán, hogy Elon Musk egy üzletember, és a, a Twitter az alapvetően sok más egyéb mellett a reklámbevételekből él, és nyilván Elon Musknak is érdeke az, hogy ez megmaradjon, sőt, hát azért tudjuk, hogy különböző díjakat akar kivetni közéleti szereplőkre, mi egyébekre, most ugye össze is veszett néhány amerikai kongresszusi képviselővel, Alexandria Ocasio-Cortez volt a, a, talán a legismertebb, akivel a, a napokban vívta meg a csörtét, ez a bizonyos 8, dollár 8 dollár dolláros. Nyolc De igen. De hogy, de hogy azért nem, nem érdekelt abban Elon Musk, hogy különböző összeesküvés elméletek terjedjenek a Twitteren, mert az a gazdasági értékét vinné le, és még egyszer mondom, hogy egy üzletember. Ez látszik az eddigi a üzlet modelljeiből is, tehát a Tesla-ból, vagy SpaceX-ből, vagy az összes többi vállalatból, amit ő felépített. Tehát abba az irányba semmiképp nem fog elindulni, ami ellehetetleníteni, vagy gazdaságilag nehéz helyzetbe hozná a Twittert. És azt, hogy ugye majd későbbiekben az vetődik fel, hogy majd, vajon majd kiél ezzel a lehetősége, hogy szeretne visszajönni erre a platformra. Mert hogyha jól olvastam, akkor bár üdvözölte, de nem, hat, nem volt határozott abban, hogy ő erre a platformra vissza szeretne térni, de mondjuk ez lehet, hogy most gondolja így, aztán később ez akár változhat is. Mindezekkel egy időben az Unió viszont fenyegetőzik, és a belső piacért felelős uniós biztos egy üzenetben a következőt mondta, hogy Európában a madár a mi szabályaink szerint fog repülni. Mitől tart az unió? Mitől tart az uniós biztos? Aztán picit majd állítsunk már ezzel párhuzamot Mászkal és az unióval. Ja, azt gondolom, hogy az uniós biztos is ugyanattól tart, amitől néhány radikális baloldali demokrata képviselő vagy szenátor az Egyesült Államokban, hogy olyan embereknek vagy olyan szervezeteknek ad platformat a, a Twitter, amelyek hosszú-hosszú évekkel ezelőtt egyébként nagyon sok közösségi média platformról kilettek tiltva, és ami különböző összeesküvés elméleteket vagy arra hajazó dolgokat terjesztettek ezeken a közösségi médiumokon, de még egyszer mondom, ez egy teljes félreértése Elon Musk szándékainak, mert azt gondolom, hogy ő semmilyen olyan lépést nem fog megtenni, ami miatt nehéz helyzetbe kerülne ez a vállalat. Ugye jól tudjuk azt, hogy elmondta, hogy visszaenged olyan tüvitelőket, akiket kitiltottak korábban erről a a platformról, ugyanakkor felállít egy bizottságot, aminek az lesz a feladata, hogy valamiféle moderálási alapelveket létrehozzon és kidolgozzon, tehát nyilvánvalóan olyan vezető politikusokat, mint mondjuk Donald Trump, őket visszaengedi a Twitterre, de azokat viszont nem fogja megtűrni, vagy akár kitilthatja, amelyek vagy akik, vagy amelyek nyilvánvalóan olyan nem hogy mondjam, a valósággal nem találkozó dolgokat a vagy terjesztenek, amelyek nyilvánvalóan összeesküvés elméletek Na nézzük egy picit ezt a tartalom moderáló tanácsot, ahogy ezt ön is említette, mert hogy a, ugye másk teljes szólásszabadságot szeretne. Eközben ugye megbejelentette ezt a bizonyos moderáló tanácsot, ezt a bizottságot, akik majd felügyelik, és persze moderálják is a, a posztokat és a tweeteket. Na most azért ez a kettő ez nem ellentmondásos egy kicsit. Elsőre annak tűnik, de hogyha egy kicsit a mélyére ásunk a dolgoknak, akkor valójában itt meg lehet találni az összefüggést a kettő között. Tehát a, ugye a szólásszabadság az valóban maszk felfogása szerint nagyon-nagyon messzire terjed, és az ember szabadon megfogalmazhatja a véleményét is. Ez egyébként így normális. De hogyha olyan dolgokat írnak le, vagy olyan dolgokat vittelnek, amik tényszerűen nem igazak, akkor azt nyilvánvalóan ki fogja szedni vagy ki fogják moderálni erről a platformról, épp azon okoknál fogva, amelyekről már szó volt, hogy azért hirdetési és reklámbevételekből nekik jelentős bevételeik vannak, és nem óhajtanak elesni ezektől a reklámbevételektől, illetve épp tegnap-tegnap előtt volt egy nagyobb megbeszélése Elon Musknak különböző társadalmi kérdésekben, a reprezentatív szervezetekkel, a színesbőrűeknek, a színes bőrű választóknak a szervezetével, az őslakosoknak a, a szervezetével is tárgyalt, de egyébként különböző társadalmi érdekcsoportoknak a vezetőivel is, hogy olyan sértő vagy egyértelműen gyűlöletbeszédet a jelentő tweeteket, a, amelyek, a, amelyeknek semmi más célja nincs, mint a hergelés vagy a gyűlöletkeltés, azokat fogják kimoderálni, de nem mennek el egy olyan irányba, mint mondjuk Dorsey vezetése alatt, amikor egy a mainstream médiát, a New York Post által felgöngyölített és bizonyított a több szállon bemutott korrupciós ügyre egyszerűen egy várándítással azt mondják, hogy akkor mi most ezt nem engedélyezzük, mert mi így gondoljuk. Gyorsan a végére tényleg csak egy mondatban, mert lejár az időnk, hogy ugye Orbán Viktor is jelen van, már több mint 92 ezer követővel a Twitteren. Milyen politikai és vagy közéleti jelentősége van a világ, és persze európai szinten is ennek az itthon kevésbé ismert platformnak? Mindenképpen az a jelentősége, hogy a magyar az egy bezárt nyelv, és a, a Twitteren ugye angolul folyik a kommunikáció, tehát olyanok is megismerhetik a kormány és a miniszterelnök politikáját, akik egyébként nem követnek magyar médiumokat, nem ismerik a magyar nyelvet, nem ismerik igazán Magyarországot sem. Köszönöm szépen a beszélgetést, Eddérező Krisztián. Köszönöm.